Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a Nobara-ról fogunk beszélni. Nobara, ez egy viszonylag új több éves Fedora disztribúció, tehát a Fedorára alapuló disztribúció. Ez nem a pörgetések, spinek, ahogy ott mondják, hanem egy picit más megoldással különálló projektet képez. Azaz érdemes elgondolkodni azon, hogy akinek Fedorája van és kedveli a Fedorát, megnézi a Nobarát. Illetve olyanoknak is ajánlom a Nobarát, akik valóban azt szeretnék, hogy feltesznek egy operációs rendszert, és igazából ne kelljen nagyon hozzányúlni. Minden előre be legyen állítva, kényelmesen, jól meg legyen csinálva. Azaz egy Fedora alapú disztribúcióról fogok beszélni. El kell olvasni a honlapon a dicséretet, én igazából nem szeretném elmondani, hogy itt mit lehet elolvasni. Ami fontos, nagyon-nagyon sok olyasmit beleépítettek a kernelbe, ami olyan kellemes, gyorsító, stabilizáló dolog, ami a Fedorában nincs bent. Ezt te egyénileg belerakosgatni nem fogod tudni, illetve haladók tudják, de kezdő középhaladók nem fognak kernellel, azaz rendszermaggal vesződni, hiába tetszik ABC megoldás, hiába lenne jó rendszermag fordítás, nem egyszerű dolog. Én azért indítottam el ezt a Nobara projektemet, hogy felteszem a Nobarát, mert azt ígérték, hogy az AMD kártyámat, a videókártyámat egy picit jobban támogatják. Igazából nagy különbséget nem vettem észre, illetve azt mondták, hogy a DaVinci-t, azt a videóvágó programot alapból támogatni fogják, az nem jött össze ezen a gépen, ebben lévő kártyával. Igazából valami miatt nem indult el, nem is foglalkoztam vele. Gyakorlatilag elég sok mindent összerakosgattak benne, és egy picit arra hegyezték ki a Nobarát, hogy a játékosok kényelmesen induljanak, azaz a játékfuttató részek, a Proton meg egyebek, azok bele vannak építve, alapesetben telepítésre kerülnek. Na hát én ezt nem használom, de akkor miért is jó a Nobara? Azért, mert az egyéb dolgok nagyon kényelmesek, nagyon olyan maga a rendszer, hogy berakod a lemezt, berakod a pendrive-ot, elindítod a telepítést, feltelepíted, és utána igazából nem kell hozzányúlni. Kapsz egy indító képernyőt, amiben az alapműveleteket meg tudod csinálni, rendszerfrissítés és a többi, és menjünk is a letöltésekre. Háromféle verziója van a Nobarának, én az oficiált, a hivatalos verziójú dolgot tettem föl, ami egy GNOME alapú rendszer, látjátok. Látjátok a rendszeremet állandóan, tehát én soha nem titkoltam, hogy éppen mit használok, éppen mit és miért használok. Na, lényeg az számunkra, hogy én ezt raktam fel, ő így néz ki egyébként, ahogy látni a képernyőn, egy kicsit átalakított GNOME felület. Ha valakinek Natur GNOME kell, tehát átalakítás nélküli GNOME kell, annak ott van a GNOME verzió. Aki pedig KDE hívő, természetesen a KDE verziót szedi le, az is hasonlóképpen jól működik, bevallom őszintén, azt nem tettem fel, bár alapesetben kedvelem a KDE-t, de valahogy megmaradtam a GNOME-nál. Tehát nem azért van GNOME, mert az jobb, mint a KDE, hanem azért van GNOME, mert azt tettem fel, és úgy maradtam. Ezt szó szerint vegyétek, úgy maradtam, feltettem egy kis partícióra a Nobarát, kipróbálni, hogy a DaVinci az hogyan megy rajta, sehogy volt vele problémám, igazából AMD kártya és a DaVinci videóvágó nem szereti egymást Linux alatt, azaz hagytam is, és egyre többször indítottam a dual módban nem a Manjarót, hanem a Fedorát, illetve hát pontosabban a Nobarát, és aztán rajtam maradt, mint szamáron a fül. Ennyi. Tehát nem valami nagy tudományos elképzelések voltak, hogy ilyen jót csináltak, olyan jót csináltak, hanem egyszerűen csak annyira egyszerű a GNOME-nak a kezelése, annyira kézre áll, annyira jó kis beépülőket, kiegészítőket, kiterjesztéseket, pluginokat pakoltak bele alapból, hogy én igazából úgy döntöttem, hogy ezen maradok. Miért maradok ezen? Mert tetszik. Tehát nincs tudományos oka, nem gyorsabb, mint a Manjaro, nem jobb, mint az Arch, nem jobb vagy rosszabb, mint az MX Linux, meg főleg nem jobb vagy rosszabb, mint a Debian, vagy a Fedora. Azaz, így maradtam. Rajtam maradt, mint szamáron a fű. Azaz, kiválasztod, ami kell, elfogadod a felhasználói feltételeket. Itt a felhasználói feltételekben nagyon sok olyasmi le van írva, ami fontos dolog, én egyet emelek ki. Mivel Fedora alapú a Fedora cég, illetve a mögötte lévő Red Hat az cég, így bizony sok olyan AMD-hez adott
kódoló, dekódoló egyéb mandzsáros videóban már emlékeztek, hogy mi ezzel a probléma. Céges terjesztésnél, céges háttérre nem feltétlenül lehet mindenféle dolgokat belerakni. Na hát ő a Nobarás srác egyébként a Protont fejleszti, azt hiszem a Proton GE fejleszt, szóval ő csinálja ezt a dolgokat, ő belerakta, hát bizony neked el kell fogadni, hogy lehetnek olyan országok, amiben ezért te esetleg ki fogsz kapni. Na lényeg az, letöltöd, és utána mit kell csinálni, hát kiírod pendrive-ra. Én a Ventoy rendszert használom, Ventoyról volt cikk, meg is keresheted az interneten, szerintem videó is volt róla, egy kis pendrive eszköz, programocska, ami olyan, hogy csak az ISO-t, tehát a telepítő médiát kell rámásolni, tehát nem kiíratni hagyományos módon, és egymás mellett annyi ISO elfér, amennyi elfér a pendrive-odon, az én biztonsági pendrive-omon 4-5 rendszer telepítő képe mindig ott van, hogy bizony tudjak telepíteni, ha éppen valami probléma van, vagy rendszert akarok váltani, vagy éppen nincs internet, és telepíteni kell valahol, azaz. Gyakorlatilag letöltés után elindítjuk a telepítést. Én a QEMU-t használom bemutatása, gyakorlatilag a legegyszerűbb ilyen emulálós cucc, kényelmes, ezt használtam, mindig összetudjuk vetni a gyorsaságot és a tárhelyet, egyebet. Azaz, figyeljetek meg, itt 5000 van beállítva, általában 2 giga, ez majdnem 5 giga memória lesz adva neki, általában 2 gigát szoktam adni, de az a Fedorának egy kicsit nagyon lájtos, egy kicsit lassú. Megmondom őszintén, nincs értelme itt annak, hogy sokáig várjak egy bemutató telepítése, adtam neki 5 gigát, majdnem 5 gigát, kiszámolhattam volna mennyi a pontos 5 giga, de így adtam neki 5 gigát, el is indítjuk, a szokásos dolog bejön, bizony start Nobara, és elindul a Nobara, kinagyítom, hogy lássuk az egészet. Egy picit várni kell, amíg az ISO elindul, gyakorlatilag a telepítés villámgyorsan lefolyik. Én nem is akartam telepítő videót csinálni, bevallom őszintén, hanem kapásból bemutatni, hogy mit tud, de igazából ráébredtem arra, hogy az én rendszerem már egy kicsit át van picit alakítva, sok mindent telepítettem, nem lenne hiteles a pontos bemutatás. És hogyha már magamnak felteszem QEMU-ba, akkor nézzük is végig a telepítést, kezdőknek nem lehet különösebb problémája ezzel, de azért sokan szeretik. Oké, elindul, Amerikába vagyunk, hát persze, hogy nem ott vagyunk, és beállítjuk, hogy Európa és Budapest, igen, rendszerterületi beállításai magyar, hogyha szeretnél valamit változtatni, itt megteheted, nyilván magyarnak nem sok alverziója van, angolnak sokkal több, számok, dátumok területei beállítása Magyarország, azt is beállíthatod. Oké, nem nyúlunk hozzá, és utána következőre bökünk billentyűkiosztást, nyilván felismerte, hogy Magyarországon vagyunk, mivel hogy magyar nyelvet állítottam be, a billentyűket be lehet állítani a QWERTY, illetve a QWERTZ-re figyeljetek, tehát itt a felső sorba, betűk felső sorában, hogy a Y van ott, vagy a Z, nyilvánvalóan azt állítod be, ami kell, alapesetben nem kell hozzányúlni. Választároló eszköz, nekem egy van, választároló eszköz, ahova telepítesz, jó párszor el fogja mondani, meg én is el fogom mondani, arra telepíts, amire akarod, mert hogyha nem arra telepítesz, amire szándékozol, akkor arról a lemezről eltűnik visszaállíthatatlanul az összes cuccod. Nekem volt olyan szerencsém, hogy rátelepítettem egy adatlemezre valamit, és igazából kellemetlen volt, de az volt a jó, hogy van mentésem. A lemezt tudod törölni, illetve manuális particionálás. Kezdő vagy, nincs manuális particionálás. Én végignéztem egy-két fórumot időnként, hetente egyszer ránézek a fórumokra, igazából azt látom, hogy kezdő, az életben nem telepített még Linuxot, és azon nyüglődik, hogy hogyan kell szétparticionálni egy lemez, hogyan a legideálisabb. Hát én elhiszem, hogy ez egy fontos dolog, főleg, hogyha komolyan akar a Linux-szal foglalkozni, hogy a partíciók ott legyenek, úgy legyenek meg minden. Én azt mondom, hogyha te egy kezdő vagy, akkor egy lemez, egy operációs rendszer, és az egészet szépen betölti, ő saját magát kiparticionálja, ugyanúgy nálam, és vélhetően sok embernél okosabb,
alapbeállítást összeállító emberkék eldöntötték, oké, tudom, nem a legmenőbb dolog, és itt lehetne vitatkozni, hogy a kézipartícionálásnál swapfájt kellene, mekkora swapot kéne, hogyan kéne szétosztani egy 30 gigás partíciót, lemezt vagy egyebet. Na hát én erre nem szeretnék nagyon átmenni. Ha valaki szeretne vele foglalkozni, olvasson utána, nyilvánvalóan ilyen-olyan vélemény lesz. Én a lemez törlése mellett döntök. Tehát egy lemez, egy operációs rendszer kezdőknek, haladó vagy, magad úgyis el tudod dönteni, hogy kézzel hogyan particionálod szét a dolgokat. Swap. A swap a legfontosabb dolog, ami kell vagy nem kell. Na hát igazából én azt mondom, hogyha te veszel egy, mondjuk egy terrás lemezt, mondjuk legyen ez az egy terrás, ez olyan nem olcsó, de nem is drága, vagy fél terrás 500 gigabájtos lemezt megveszel, akkor ne azon gondolkodj, hogy van-e 16 gigabájtod, 8 gigabájtod swapra, hanem azon kell gondolkodni, hogy akarsz-e, vagy nem akarsz-e hibernálni. Ha te hibernálni akarsz, akkor swap kell. Tudom, egyes rendszerek létrehozzák a swap állományt, a swapot, ahogyha kell egy hibernáláshoz, de én azt mondom, hogyha egy hónapban egyszer megy hibernációba a gépet, én használok egyébként hibernálást, akkor 101% hogy legyen neked a memóriának megfelelő swapod. Ennyi. A mai lemezek nem picik. Hogyha 30 gigabájtos lemezed van, olyan SSD-t tudtál szerezni valami őskövületet, vagy 120 GB-nál, ott azért már meggondolja az ember, hogy hogyan gondolkodik ilyen 16-8, attól függ mennyi memóriád van swap létrehozására, de igazából akinek kicsi lemeze van, kevesebb memóriája van, annak meg úgyis kell a swap, mert hogyha kifutsz a fizikai memóriából, akkor jól lelassul swap nélkül a géped. Oké, eldöntött, hogy swap nélkül, nincs hibernálás, swap fájba. Ennyi. Én nyilvánvalóan, bár sokan tudják, illetve régebben erről beszéltem, a Schwab Fájba című dolgot szeretném megtenni, de jelen pillanatban, mivel igazából QEMU-val ezt bemutatom, utána törlöm ezt a telepítést, igazából nem csinálok Schwab állományt. Oké, megvan, ilyen volt üresen, ilyen most, és jöhet a következő, a nevem legyen Laci, mert az, megkapom a bejelentkezési nevemet, Laci, kitalálhatjátok, a PC-nek legyen egy neve, ez a Nobara, a password, a titkos jelszó, elárulom nektek, 3 darab A betű jelszó, megkérdezése nélküli automatikus bejelentkezés, ne használd. Ha már nincs annyi időd, hogy beütögesd azt a 16-20-30 karaktert, ami a te jelszavad, nem 3 betű, és nem 3 darab A, természetesen a normál jelszavunk, akkor már legyünk szívesek, hát elgondolkodni, hogy akkor mi a francnak használunk Linuxot. Egy picikét védi a gépedet az, hogy nem tud bárki újraindítás után automatikusan belépni. Nyilván egy szeparált gép, amit csak te használsz, és biztos, hogy más nem nyúl hozzá, más gondolatot vet fel, de hát ez a jelszó beütése igazából nem nagy dolog. Azaz én a jelszó megkérdezése nélküli automatikus bejelentkezést nem szeretem. Ugyanaz a jelszó használata az adminisztrátor felhasználóhoz. Na hát a root, az adminisztratív, az emelt jogú felhasználónak ugyanez legyen a jelszó, vagy nem. Nyilván, mivel hogy ez egy bemutató telepítés, elfogadom ugyanezt. Alapesetben én a root, tehát az adminisztratív jelszó és a saját jelszavamat ketté szoktam választani. Nincs nagy különbség, de éppen annyi, hogy egyik, illetve másik, bocsánat, felhasználói jelszó nélkül bizony a root jelszavat nem lehet visszafejteni. Nincs nagy különbség, csak annyi, hogy éppen meglegyen a tisztesség, hogy két jelszót használunk. Nyilván ilyenkor, ilyen gépre, egy QEMU-ba teljesen mindegy, elolvasod, hogy mi történik, telepíted. Oké, a telepítés elindul, és utána várakozunk. Annyit kell várakozni, hogy ide a végére elcammogjon a vonalka, 2%-nál tartunk, és megnézhetitek, 1 óra 54 van, amikor elindítottam, és hogyha valakit érdekel, hogy éppen mit csinál, erre a kis ikonkára kattintva elindul a dolog, tehát szépen kifejti, hogy mit csinál, lehet nézegetni, olyan izgalmas, várni kell. Ahogy látni, pár perc alatt befejeztük a programot,
Lefutott a telepítés, és befejezésre kattintunk, majd utána újraindítom a rendszert. Indítsuk is el a mostani rendszert, amit telepítettünk, a megfelelő paramétereket ismeritek. Ami a megszokottól eltér, az, hogy 5 giga környéki memóriát adtam neki, nem 2-t. Gyakorlatilag azt hiszem a Fedoráról mindenki tudja, hogy egy picikét belelép abba, hogy hát egy picit nagyobb a memóriafogyasztása, mint amennyit az átlagos Linuxos szeret. De én azt mondom, azért vettem meg drága pénzért, nem kis pénz manapság a memória, hogy használjuk is, hát el is indítottam. Elindul, a szokásos dolgot megjeleníti, és szépen betölt. Kinagyítom, helyre teszem, el is indul a rendszer. Bekéri a jelszavamat, a titkos 2 darab, nem 3 darab A-betűt megadtam, és utána várjuk, hogy betöltsön a rendszer. Gyakorlatilag mit látunk? Gyakorlatilag azt látjuk, elindult a rendszer, és rögtön felhívja a figyelmet, hogy bizony a kódekek nincsenek telepítve. Alapesetben a dekódoló-kódoló rendszerek közül azokat teszik fel a Fedoránál, ami teljesen szabad. Aminél van egy picike kis gond, például a AMD kártyáknál, ott bizony alapesetben külön tárolót kellene beiktatni, ami a nobarába bent van, azaz elfogadjuk a dolgot, megint bekéri a titkos jelszavamat. Egyébként telepítéskor nem hülye dolog az, hogyha az ember egy egyszerű jelszót ad meg, amit legalább 500-szor be kell írogatni, és ilyenkor mit tesz az ember? 3 darab A betű, vagy 3 darab akármilyen betűt beütöget, és akkor, amikor már végez, egy normális jelszót fog adni a rendszernek, és úgy 101%, hogy abból nem lesz probléma. Az internetsebességtől függően lejönnek a dolgok, ezt ki kell várni. Nekem jelenleg egy normálisabb internetem van, ami éppen jelen pillanatban úgy érzi, hogy éppen lassan kellene dolgoznia, de hát igazából nem tudunk ezzel mit csinálni, ki kell várni természetesen. Természetesen azt is észrevettétek, hogy a Nobara áprilisi image-et adja jelen pillanatban, és a Fedora 37-est. Azt azért emelem ki, mert elméletileg, illetve gyakorlatilag is már a 38-as Fedora, ami éppen fut, a legmodernebb, valamilyen kiegészítőre, valamilyen hibajavításra vár a srác Discordon. Azt hiszem Discordon olvastam, és akkor lesz áttérve a 38-asra. Engem nem zavar, hogy egy régebbi Fedorát használok, régebbi. A Fedora kiadási ciklusai olyanok, hogy fél évente jelenik meg, 13 hónap környékén van a támogatottsága egy-egy rendszernek, azaz a 37-es is még jócskán támogatott rendszer, azaz, amit a Fedora fog nekünk adni, tehát a háttéranyagot, az bizony nyugodtan tudjuk használni. A letöltés után mindent automatikusan megcsinál, azaz neked semmi olyasmi nem kell, hogy te valamit innédonajt összeszedjél, hozzáinstalálj, hozzáadjál repokat a Manjaro-nál. Azt hiszem a Manjaro-nál mutattam, hogyan lehet hozzáadni egy repót, ami ezeket a kódolókat tartalmazza. Én azt mondom, hogy a Nobara nagyon rendesen megoldotta azt, hogy minden olyan repót, a Fusion repókat, meg egyéb repókat belerakott a rendszerébe, ami ehhez kell, és nekem nem kell kézzel beírogatni, illetve installálni ezeket a tárhelyeket. Ahogy látni, egy lépésben a frissítéseket is megkapjuk, nyilvánvalóan ez nagyon kényelmes dolog lesz számunkra, nem kell ezzel foglalkoznunk, azaz első lépésben megkapjuk ezt a kis panelt, elfogadjuk az összes gondolatát, aztán megcsinálja a rendszer. Ezért szeretem, nem kell gondolkodni, nem kell különösebben hozzányúlni, nem kell ezt-azt hozzátenni, hanem működik. A frissítés és egyéb rendszeradminisztrációs dolog nagyon egyszerű a Nobaránál, aki Fedorát vagy bármelyik RPM rendszert használt, RPM csomagkezelési rendszert használt, önneki ezzel problémája nem lesz. Arra érdemes figyelni menet közben is, mert belefutottam telepítésnél, hogy van, amikor egyszerűen lezárja a képernyőt a rendszer. Miért? Mert letelik azaz, azt hiszem, alapértelmezett 5 perc, ami tétlenség után bizony lezárja. Ha hosszabb a letöltés, telepítgetés, csomagellenőrzés, meg egyéb, akkor lezárja a képernyőt, ilyenkor érdemes azonnal reagálni és elindítani, tehát megadni újra a jelszót, mint beléptetéskor. Ahogy látjátok, itt villog az, hogy éppen mit tölt le. A Fedoránál
DNF rendszernél, RPM rendszernél be lehet állítani, hogy mennyi legyen a párhuzamos beállítás. A Nobarának az az előnye, hogy ők felvették ezt a párhuzamos letöltési beállítást, tehát párhuzamosan jönnek le, azt hiszem 5-re, 6-ra, annyi csomag jön le párhuzamosan. Ezt natív, tehát hozzá nem nyúlt Fedoránál magadnak kellene beállítani. Oké, a kodekek installációja megtörtént, leokézom. A következő lépés, amit láttok, hogy gyakorlatilag megkaptuk azt a beállító panelt, vagy köszöntő panelt, vagy ilyen kis mindenhol megszokott panelkát, amivel lehet valamit csinálni. Na hát ezt egy pillanatig félretesszük, megnézzük, hogy mit kaptunk. Azaz, hozzá nem nyúltam, semmi kérdést nem tett fel a gép, hogy mi plusz tegyek bele. Mit kaptunk? Megkaptuk a szokásos GNOME felületet átalakítva. Azért mondom, hogy átalakítva, mert az alap GNOME rendszerben nincs asztali ikon. Én ezt nagyon kényelmesnek tartom jelen pillanatban. Évekkel ezelőtt nagyon utáltam. Ki hogyan szereti? Szerintem volt már erről szó, valami Ding, vagy ehhez hasonló néven fut ez a kis kiegészítő. Na hát a Nobara beletette, hogy asztali ikont is tudjunk használni áttérőknek. Windowsról való áttérőknek igencsak kellemes dolog, hogy vannak asztali ikonok. Alul van a menüsor, én natív is ezt használom, tehát a saját gépemen is ezt használom. Gyakorlatilag, amire felhívnám a figyelmet, az, hogy beletették alapból a GNOME Shell olyan kiegészítését, amit a Pop OS, ez Pop Shell-nek hívott dolog egyébként, hogyha meg szeretnétek keresni ezt a kiegészítőt, Pop Shell kiegészítő, olyasmi, mint az i3 ablakkezelési lehetőséget csinál, szerintem erről már volt szó, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kényelmes, kibekapcsolható. Tehát kikapcsolható, bekapcsolható, azaz nem feltétlenül kell használni, hogyha valóban nem szereted ezt a megoldást, tehát ezt a csempézős ablakkezelést, akkor nem kapcsolod be, hogyha pedig szereted, bekapcsolod, és amikor már nem akarod használni, kikapcsolod. Én felváltva használom, ennél kényelmesebb dolog nincs. Úgyis tudjátok, hogy az i3-at szeretem, nagyon szeretem, de ez a funkció hiányzott belőle, hogy a lebegő legyen rögvest az összes hagyományos GNOME ablak, hagyományos Windows ablak legyen, és amikor akarok, visszatérhetek egy viszonylag egyszerű, de jól működő csempézős ablakkezelőre. Szuper megoldás! Aki ezt a Pop OS-nél kitalálta, a Pop OS egyébként egy külön disztribúció, de ezt így közzé tették, szuper! Szerintem nagyon szuper. Na hát nézzük is meg, hogy mit kaptunk. Gyakorlatilag egy menüt kapunk, azaz van start menü, hogyha valaki ezt nagyon-nagyon szereti. Ezt be lehet más kinézetre is állítani. Itt az Arch menü settings-be be tudod állítani, hogy hogyan nézzen ki. Gyakorlatilag beállíthatsz elég sok dolgot, elég kényelmesé teszed, de én azt mondom, hogy ha már eredeti telepítés, akkor maradjon így. Összes applikációt, összes programot, összes akármit megnézzük, gyakori kedvencek, nem érdekes, grafika, Inkscape-et és a fényképek elnevezésű dolgot kapunk, hát bizony az Inkscape kell, nem kell, felteszik. Akkor grafika megvolt, hang és videó, cheese. Ilyen videókezelő, tehát ez a webkamera kezelő alkalmatosság, Pulse Audio hangerőszabályzó, egy zenelejátszó, illetve egy videók elnevezésű, hát nem tudom, hogy miért fejlesztik, ennél sokkal jobb is van, de a videólejátszás általában menni szokott vele, nekem nem elegendő, én az SM Player-t használom. Oké, ha valaki azt mondja, hogy a VLC jobb, én csak bólogatok, mert neki jobb. Én az SMP hang, videó, meg volt internet, Firefox, kapcsolatok, stream, mondtam, itt azért odafigyeltek arra, illetve arra van kihegyezve, hogy ilyen játék platform szerűségeket, játékokat futtató akármiket bizony ő kezeljen, illetve egy webalkalmazások elnevezési dolog van, nem szoktam azt használni, de lehet, hogy lesz róla videó, vagy nem. Iroda. Én igazából nem örülök neki, hogy az OnlyOffice-t tették fel, én úgy gondolom, hogy a LibreOffice-t jobban szeretem, személyes preferencia, én a LibreOffice-t jobban szeretem, de ezt is meg lehet szokni. Aki kevesebb levelet ír, tehát olyan levelet, amit ki is nyomtat, vagy kevesebb dokumentumot készít, ő neki 101%-osan meg fog felelni. Játékok, na hát ezt nem szoktam használni, lehet látni,
hogy a Streamet, a Proton Up Qt-t, illetve a Lutrist fogjuk kapni. Azaz játékok futtatásával nem lesz annyi macera, mint mondjuk árcsalat, nem kell ezt azt telepítgetni, elméletileg, mert ezt nem tudtam kipróbálni, nem játszok a gépemmel, gyakorlatilag nem tudtam kipróbálni, de jó visszajelzéseket kapnak, azaz itt a játékok futtatása, ilyen streames, egyéb játékok futtatása működik. Kellékek, na hát a kellékekbe Gedit, egyértelmű időjárás, kisebb helyi falvakat nem tudunk beállítani, kapcsolatok kiterjesztés kezelő, nyilván ezt mindenki ismeri, na hát ő az. Itt tudod a kiterjesztéseket, kiegészítőket beállogatni. Fontos dolog, nyilvánvalóan azért emeltem ki, nem azért, mert valaki nem tudná, de azért ez az, amit sokszor használ az ember, amíg testre szabja az egészet. Kellékeknél tartottunk. Kiterjesztés kezelő, fontos. Nobara Desktop Layout. Na hát ezt majd megmutatom, micsoda. Szerintem ez is egy igencsak jó kis kitaláció. Olyanoknak, akik esetlegesen más kinézetet szeretnének, tehát ezeket az ikonokat, ezeket az egyéb dolgokat, bárokat úgy el tudod helyezni. Azt hiszem van 6-8, majd megnézzük hány sablon, hogy olyan legyen, hogy neked tetszen, ne kelljen sok kiegészítőt neked kézzel beállogatni. A Nobarának az Nvidia beállítója, értelemszerűen nem tudom kipróbálni, OpenRGB egyes eszközöket támogat, ez a villogó, csillogó, villogó, színezős cucc. Nekem nem sokat jelent, de nagyon kényelmes az, hogy ezt azonnal adják. Elméletileg a telepítése nem olyan egyszerű. Órák, Proton térképek, üdvözli a Nobara, ez az az első panel, amit kaptunk, és azt mondtam, hogy ugorjuk át. A Vine, a Vine, az a kis emulátor, Windows emulátor alapból rendesen telepítve van. Azért mondom, hogy rendesen, mert munkámhoz, meg a hobbimhoz is használok egy olyan programot, a MetaTrader 4-est és az 5-est, ami nem feltétlenül alapbeállítású Vine-on fut, itt alapból első körben elindult. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kis összeállítás a Vine-os dolga. Rendszereszközök timeshiftet adják, tehát nyilvánvalóan a timeshiftet kapjuk, ezt érdemes használni, szerintem volt róla videó, és ilyen rendszermentő, adatmentő ki mihez használja, az bizony nagyon fontos, mert hogyha véletlenül valami gebasz jön, tehát probléma jön, akkor az adatok, vagy esetleg a rendszer teljes visszaállítása is lehetséges lehet vele, szerencsére, hát nem kopogom le, ne halljátok a kopogást, de igazándiból nem volt rá olyan különösebb szükség. Nyilvánvalóan lehet vitatkozni a timeshiftet, vagy a BTRF-es asszisztenset használod, ami neked tetszik, szoftver, illetve a Nobara Package Manager, ez a csomagtelepítő grafikus felület, én inkább hanyagolom ezeket a dolgokat, Fedora médiairól, tehát ki tudod iratni az USB-ket, illetve a dconf szerkesztő, erről is lehetne esetleg valamikor egy videót készíteni, vagy lesz, vagy nem lesz, segédprogramok. Finom hangoló, ezt érdemes bekapcsolni, megnézni, hogy miket tud, általában nézzétek át, jó? Ez beállításokat, egyebeket tartalmaz, nem a Nobarának a dolga, de igazából nekem nagyon tetszik, hogy sok mindent be tudok állítani. Akkor karakterek, hiba jelentés, lemezek, GNOME Disk, elnevezésű dolog, lemezhasználat elemző, használod, nem használod, én igazából akkor szoktam használni, amikor nagyon elfogy a tárhelyem, és ki akarom deríteni, melyik könyvtárba, mi van bent, mi használja el a tárhelyeket, ez is egy érdekes program. Rendszerfigyelő, számológép, szkenner, a szkenner telepítve van, és nagyon jó dolog az, hogyha rádugsz egy nyomtatót, vagy egy szkennert, rögvest jelzi, hogy bizony neki igazából kellene még ez, meg az, meg amaz, és akkor alapvetően le is fogja neked tölteni, persze, hogyha megengeded. Nincs túlzásban védve a segédeszközök telepítése, éppen elegendő. Az, hogy valaki a lemezeket szereti, GNOME Disk, az a lánykori neve, meg éppen kép megjelenítőből mit adnak, teljesen irreleváns, adnak valamit, működjön a rendszer, tetszik az embernek, tetszik, ha nem tetszik, úgyis lecseréli. Na menjünk vissza, és egyéb beállítási lehetőségek, beállítások,
pár beállítási programocska van, igazából nem szoktam hozzányúlni. Egyet emelnék ki, az automatikusan induló programoknak a rendszerét, gyakorlatilag fel van sorolva, hogy mi fog automatikusan indulni, hozzá a eltávolítás szerkeszt. Azt hiszem nem is kell túlzásba vinni a dolgokat. Most csinálunk egy huszárvágást, átmegyünk arra a rendszerre, amit én használok, gyakorlatilag gyorsabb, egyszerűbb és véleményem szerint jobban be tudom mutatni a dolgokat, mint emulátorba, de előtte nézzük meg, mekkora az alaptelepítés a kódekekkel együtt 7 GB, 6,9. Nem pici a rendszer, tehát itt nehogy arra gondoljatok, hogy egy floppy lemezen futó rendszert fogtok kapni, azért 7 gigás az alaptelepítés. Én azt mondom, hogy a kényelmes használathoz legalább egy 30-40 gigás partíció, lemez vagy egyéb kell, de nyilvánvalóan, ahogy az elején mondtam, ez manapság már nem jelent semmi gondot. Alaptelepítésben nem annak semmi pluszt, azt az Office programot egy kicsit megszittam, bár igazából az is jó, de én úgy gondolom, hogy jobb lett volna a LibreOffice-t, vagy semmit adni, és aztán kiválassza az ember, amit szeret. Amit indításkor kapunk, ez a kis programocska, így üdvözöl bennünket. Ezt ki lehet kapcsolni, hogy induláskor, minden induláskor megjelenjen, avagy nem. Na hát, üdvözöl bennünket. Micsoda? A Nobara Linux 38-as. Itt tudod majd kikapcsolni, hogy ne jelenjen meg automatikusan. Én szeretem, bár nagyon ritkán mondok ilyet, hogy ugorjon elő valami is. Én szeretem, hogyha induláskor ez is megjelenik, mert akkor nem felejtem el a rendszer frissítést, mert általában nekem egy hétig megy, 5-6 napon keresztül megy non-stop a gépen. Gyakorlatilag sokszor elfelejtem azt, hogy frissíteni kell, azaz újraindításkor a Nobara elődobja nekem ezt az kis panelt, újraindításkor megjelenik ez a kis panel, és abban a pillanatban tudom, hogy bizony valamikor majd frissítenem kell. Nem kell neki ugrani, azonnal frissíteni, vagy akármit csinálni, de nem felejti el az ember. Első lépések. Első lépés, ami legfontosabb, telepíted a rendszert, ő elkéri tőled, hogy légy szíves engedélyezni a kódekeket. Hát előbb láttátok, szépen lefutott, mindent fölpakolt, ami neki kellett, de nyilvánvalóan a DNF rendszer, az RPM rendszer szerintem egy kicsit lassabb, mint a többi, de ez éppen csak ilyen érzés. Soha nem mértem meg, elég jól dolgozik, tehát a jó munkához azért idő kell. Oké, nézzük meg az első lépést, mi az? Ubdate. Na hát ez az első lépés, rákattintasz, és akkor elkéri a jelszavadat, ez már élő rendszer, hosszabb a jelszó. Azért lehet látni, nem 3 karakter, hitelesítjük, és akkor letölti az összes repóból. Sok több repó van, mint egy Fedorában, egy alaptelepítési Fedorában, de azért szépen, nyugisan letöltögeti a dolgokat, látni, hogy élő rendszeren az egy gyorsabb, mint az emulátor, letöltögeti a dolgokat, és felfrissíti a rendszert. Nincs tennivaló, örülünk neki, hogy nincs tennivaló, nekem a Flatpak rendszer is be van aktivizálva, telepítve van a Flatpak csomag kezelőrendszer, illetve a Snap kezelőrendszer is, mind a 3-at, 4-et, 5-öt, akárhányat csomagkezelőrendszert használok, ezeket általában érdemes felrakosgatni. Lehet, hogy nem lesz rá szükséged, hogy például Flatpak csomagot telepíts, vagy Snap csomagot telepíts, de az elején ezeket felrakosgatod, installálod, újraindítod utána a gépet, és akkor nyugodtan válogathatsz az apimizsek között, a flatpackek között, a snappek között, és mindig azt fogod feltenni, amire éppen szükséged van. Ezért emlegettem, hogy bizony nekem fent van a flatpack, hát most nem akarom frissíteni, a snappet szeretném frissíteni, nem szeretném frissíteni. Miért nem szeretném, mert egy órával ezelőtt, két órával ezelőtt rendszert frissítettem, nem történne semmi, tehát az első lépés az update mi system, azaz frissítse fel a rendszerünket. A következő a média kódekek, ezt végig csináltuk, igaz? Az előbb láttátok, letölti a kódekeket, ami nagyon-nagyon-nagyon hasznos, és én nem tudom bemutatni, az NVIDIA kódekeket is normálisan telepíti. Erre érdemes figyelni. Annak, akinek NVIDIA kártyája van, sokszor van vele gond, olvasmány élményeim, tehát Discord meg egyéb élményeim szerint
általában eltalálja azt a meghajtót, ami a te kártyádhoz tartozik, és kényelmesen tudod használni. Nem kell annyi macerálás, nem kell annyi állogatás, mint másik rendszernél. A Software Center, megnézzük a Software Centert, így néz ki a Software Center, ők másodszor látom, gyakorlatilag felfedezés, keresgélhetsz benne telepítve, megnézheted, mi van telepítve, frissítések. Na hát ehhez nekem grafikus cucc nem kell. Én kézzel fel tudok telepíteni terminálon keresztül bármit, de érdemes kezdőknek átnézni. Miért? Mert őnekik még azért idegen egy-két dolog. Nem ismerik annyira a csomagokat, nem ismerik a csomagneveket, így bizony ezek a grafikus dolgok jók. Nekem ellenérzésem van, tehát én nem szeretem, jobban szeretem a terminálos telepítést, illetve installálni tudjuk a Web Apps nevű programot, hát bizony elindítom, és ide be lehet tenni ilyen web oldalakat, web feladatokat, webes programokat hozzá tesszük, név, a címet megadjuk, és meg fog jelenni esetlegesen, sőt 100% abba a kis helybe, ilyen fülek alatt az, hogy bizony melyik weboldalakat illesztettük ide bele, nem szoktam használni, túl sok energiát veszel. Oké? Okay? Túl sok energiát vesz el. Következő lépés, az ajánlott kiegészítők, a Blendert, a KDN Live-ot, az OBS Studio-t és a Discord-ot tudod installálni. Azt installálsz, amit szeretnél. Én azt mondom, hogy érdemes innét és nem kézzel, vagy a szoftverközpont, vagy egyéb elnevezésű szoftverközpontos dolgokból telepíteni. Itt azért minden szépen fel fog menni. Következő dolog, opcionális lépések. Ezek nem opcionális lépések, hanem kötelező lépések. Én azt mondom, hogy akinek AMD kártyája van, indítsa el ezt a kis programocskát, ezeket a dolgokat lehet pluszban telepíteni. Nyilvánvalóan átolvasod, megnézed, hogy mi a szösz ez, mi az, ami emögött van, és hogyha arra neked szükséged van játékok, egyebek futtatásához, akkor azt innét kényelmesen tudod telepíteni. Oké, okay, természetesen én mégsére fogok bökni, természetesen nem szeretnék semmi pluszt rátelepíteni a gépre, ami kell, azt már felragoskodtam. Akinek ilyen eszköze van, értelemszerűen ő is megnézi, illetve a Proton G-et, protonos játékokat, játékfelületeket tudod telepíteni, ha szükséged van rá, természetesen. A kinézet. Hát ez igazából már egy kicsit túlmegy azon, hogy technikai dolog. A következő lépés a kinézet. A kinézet igazából nem teljesen igaz, hogy csak a kinézetet állogatod, mert az első menüpont a Login Manager. Itt kiválaszthatod azt a Login Managert, amit te szeretnél használni. Előfordulhat, hogyha mellé, tehát a GNOME mellé valamit telepítesz, más kell. Én azt mondom, hogy alapértelmezett GNOME-ot használok és semmi egyebet, feltétel mellett ehhez hozzá nem kell nyúlni, nyilván át tudod állítani azt a login menedzsert, ami a beléptetésedet szabályozza, az első képernyőt szabályozza, hogy elindul a géped. Új kinézet, ikonokat tudsz beszerezni, rákattintasz, oda megyünk a Plinkhez, igazából nem akarom bemutatni, mindenki ismeri. A következő, a legkényelmesebb dolog, amit szerintem kitaláltak, különböző beállítási lehetőségeket ad, hogyan nézzen ki az asztalod. Az asztalodnál a bar, a panel, hogyan nézzen ki úgy, mint a hagyományos, tehát az, amit én használok, meg általában használnak, alul legyen a panel, és utána itt legyen a start menü, középen legyen, így nézzen ki ilyen fölül-alul panelocska, így nézzen ki a hagyományos GNOME felület, a GNOME 2-esnek megfelelő, vagy pedig úgy nézzen ki, mint a Unity, illetve a kiemelt színeket, kiemelő színeket tudod beállítani. Szuper! A következő beállítási lehetőség az asztal beállítása, témázás, egyéb, rákattintunk, a finom hangulót fogjuk megkapni, amire az előbb, egy picivel ezelőtt felhívtam a figyelmet, hogy milyen jó kis cucc, végig kell nézni egyesével, ki kell próbálni mindent, elrontani nagyon nem tudsz vele semmit, mert csak a kinézetet állogatod, és érdemes tudni, hogy mit és hol és hogyan tudsz beállítani, illetve az utolsó, a kiterjesztések letöltése, használata, beállítása, ahogy lehet látni, elég sok kiterjesztést használunk, az első három azt én installáltam, ezekről volt szó. Be is mutattam,
ahányan megnéztétek, tudjátok, hogy a Caffeine, a Clock, illetve a Switch Focus Tip, az mit mutat, mire lehet használni. Szerintem az egyik legjobb, legpofásabb dolog, igaz, nagyon-nagyon picike kis dolgot csinál, ez a Focus típus állítás, volt róla videó. És ahogy látjuk, lassan végiglapozgatjuk, ahogy látjuk, rengeteg alapértelmezetten előre telepített kiterjesztés van, van, ami be van kapcsolva, van, ami nincs. Tehát itt azért van lehetőséged a kiterjesztésekkel játszadozni. Miért? Már rengeteg jó kis kiterjesztést előre installáltak, illetve természetesen te is tudod installálni, a szokásos dolgot megkapod, megnézheted a dokumentációs oldalokat, egyszer át kell olvasni a doksis oldalokat, de nem nagy dolog. Én azt mondom, a Fedorának a leírásait azért jobban át kell tanulmányozni, illetve egyéb olyan helyekre, Discord, illetve Subreddit oldalra tudsz odalépni, ahol tanácsot, tippet, okosítást kapsz angol, természetesen, de azért érdemes ezeket megnézni egyszer, illetve hogyha aktívabban használod, tehát sok kérdésed van, sok olyan gondolatod van, amit szeretnél megoldani, tehát nem csak felteszed és használod, akkor ezt a két helyet érdemes, hát hogy is mondjam, látogatni, és kérdéseket udvariasan feltenni. Következő a szokásos dolgok. GitLab oldaluk a Discord csatornának egyik mémekkel foglalkozó alcsatornája vagy részlege, szobája, a Patreon oldaluk, ennyi, és köszönet, két élet meg a köszönet, gyakorlatilag ennyi. Összefoglalnám, a Nobara a Fedorára épül, de nem a Fedora gyermeke, tehát nem az a spinek, ezek a pörgetések, elég sok ilyen asztali környezetet, ablakkezelős Fedora verzió van, nem ilyen. Nem ilyen, hanem egy különálló Fedorára épített dolog. Miért érdemes használni? Hát, hogyha tetszik, amit bemutattam, és az installáció alapbeállítások tetszenek, akkor érdemes használni. Mi az, amit pluszbad? A kernelrel, a rendszer maggal elég sokat foglalkoztak. Elég sok olyan kiterjesztést, vagy hozzáadott patchet, foltot, vagy egyebet belerakosgattak lehetőséget, ami igazából jó dolog. Jó dolog, stabil. Stabilan működik, tehát ezzel nincs gond, az AMD kártyák, illetve az Nvidia kártyáknak az installációja, beállítása relatív könnyebben megy, illetve egy-két olyan dolgot elkészítettek, ami kényelmessé teszi a Fedorát. A Fedora önmagában is iszonyat kényelmes, de esetlegesen vannak ilyen kis egyszerű dolgok, hogy ezeket a kódekeket, amik nem olyan könnyen ide-oda tologathatok, tehát a Red Hat, illetve a Fedora mögött lévő vállalkozások, alapítványok nem szeretnék, hogy az ő tárhelyükön legyen, azt meg lehet Fedorába is csinálni, tehát a Fusion repókat fölrakosgatni, de én azt mondom, a Nobara minden olyan egyéb dolgot ilyen repó szinten felrakosgatott, tehát tudod használni, tudsz abból installálni dolgokat, ami kényelmessé teszi. Kapsz egy ilyen bevezető kis segédeszközt, abból egyet használok egyébként, amit gyakorlatilag kényelmesen menüből is el lehet érni, a frissítéseket, a frissítések és egyéb beállítások, alap kezdeti beállításokat azon felület, amit az előbb mutogattam, azon felületen keresztül kényelmesen megteszed, személyes véleményem nagyon jó. Miért nagyon jó? Fedora. Én a Fedorát régen is szerettem, most is szeretem, azon kívül több tucat disztribúciót is szeretek, de úgy gondolom, hogy a Nobara kényelmesen jól összerakott. Jól összerakott, olyan kiterjesztések vannak, ami számomra fontosak, számomra kényelmesek, és nem kell külön installálni, mert amíg az ember, főleg egy 0 kilométeres kezdő, aki azt se tudja, hogy melyik kiterjesztés, például a Pop OS, ez a kiterjesztés, amit most én bekapcsolok, és ide áthozom ezt, és látható, ennyit tesz, ketté osztja. Nyitok egy terminált, kitét nyitok, és értelemszerű, ugye látható. Tehát ez az, ami egy kiterjesztés, de egy 0 kilométeres kezdő nem fogja tudni, hogy ez mennyire kényelmes, és milyen jól lehet használni, hogy érdemes használni, és hogyan kell installálni. Persze utána lehet nézni, de
két-három tucat olyan kiterjesztés van, amit hát érdemes megnézni, kipróbálni. Nem kell neki nézelődnie, hanem egy kész rendszert kap. Egy GNOME kiterjesztett, jól összerakott, gyors, stabil. Azt kell mondanom, hogy az egyik legkényelmesebben használható disztribúció, amivel találkoztam, majdnem, de ez csak valóban egy picit van elmaradva, majdnem annyira szeretem, mint az MX Linuxot. Köszönöm szépen, hogy meghallgathatok. Sziasztok, sziasztok! Egy picit hosszabb lett, mint amilyenre gondoltam, de sok olyasmit is elmondtam menet közben, amire talán-talán érdemes lesz odafigyelni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, és mindenkinek azt javaslom, próbálja ki. Ha valaki szereti a Fedora rendszert, és szeretne egy kicsit, hát hogy is mondjam, kényelmesebb életet, akkor a Nobara jó választás. Sziasztok, sziasztok!